Szevasz, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon! Ahogy látjátok, itthon vagyunk, a Davis képzelőre kicsit megbetegedett, folyik az orra, ugye? Az éjszaka nem sokat aludtunk tőle, ugyanis mindig felébredt. Hova mész? Csücs! Ja, lecsücsülünk! Ide le! Ja, fogad, még az is fáj, a foga is még fáj neki egy kicsit. Aztán még mit mondasz nekik? Mást? Ja! Amúgy jelenleg nem más rá, mint tévét nézünk, aztán nem sokára megyek és felveszem az öcsémet, ugyanis ugye megyünk be szörfözbe. Péntekenként ott szoktunk egyet járkálni. Mit? Mit mutatsz? Ott a tévében, na, ezt nézzük a tévében, megmutatjuk nektek állatokat. Ilyen mindenféle fajta állatot a világ minden részéről. A Davis ezt most itt nagyon élvezi, ezek most egy ilyen majmok, látod? Majmok. Monkeys. Ja, ezt nézzük a tévében. Amúgy van a Davisnek is egy kamerája, így én soktam bele ellenet. Nézd, itt van, megtaláltam. Látod? Itt a kamerád. Hol kapcsolod be? Be tudja kapcsolni, csak rosszul tartja. De majd megtanulja. Látod? Bekapcsolta és így fordítva tartja. Amúgy nyomogat rajta össze-vissza. Végül is az benne a lényeg neki, hogy kikapcsolja, meg bekapcsolja. És ilyen hangot csinál, mikor bekapcsolja, meg kikapcsolja. Na minden, majd hozzászoki, aztán majd a végén is vlogon, na most miért oktad le? Ez egy ilyen kis gyerek kamera, ez volt még a Lucas-t, csak megtartottuk. Hova mész? Az idő, képzeld el, ilyen szép idő volt ma, mutatom neked, ilyen szép, ilyen télies, reggel hideg volt, képzeld el, 19 fok volt tegnap este, az éjszaka lejött talán ilyen 14 fokra, úgy eléggé hidegecske volt, főleg reggel, fel kellett venni a hosszújumat, és ebbe az évben legelőször nem más kellett húznom, mint hosszú nadrágot. Látod? Nem volt rajtam hosszú nadrág, körülbelül most már, nem is tudom, szeptember óta talán. Én azt mondom, hogy utoljára akkor volt rajtam, és utána ugye megjött a meleg, és csak nézem, Michelle Davis éppen iszik a üvegéből. Azóta nem volt rajtam hosszú nadrág, tegnap délután még fel kellett vennem a felsőt is, amit sütött a nap, de hideg volt. Ugye most jön ez az időszak, amikor kezd hidegedni. Az arcom még mindig fájt, nap este annyira fájt, hogy megint nem bírtam semmit csinálni. Instagramra nem osztottam meg képeket, ahogy láttátok, hogyha láttátok mostanában, ugyanis az arcom esténként nem tudom, hogy miért, de rám jön és rettentően fáj. Nincs kedvem sem megosztani semmit csinálni. Veszek egy panadolt, hogy egy kicsikét úgy jobban vagyok. De talán most már el fog bulani, most már majdnem ugye egy hete fáj itt az arcom. De várjál, a feleségem tisztítja a fürdőt, sikálja, és a Davis meg bent hozzá, úgyhogy meg kell néznem, mit csinálnak. Gyere, megyünk a szobába, jön a Davis. És a feleségem nem tud tisztítgatni vagy takarítgatni ott bent, ugye a Davis ott van, a Davis mindent húzogat, megfog, és főleg ezeket a vegyszereket ugye. Na gyere, mit csinálunk? Bóckodunk egyet? Mi? Mit csinálunk? Ja. Az előbb amúgy kapott a Davis egy ilyen lázcsillapítót, egy ilyen panadolos, ilyen kuposat, amit rettentően nem szeret. Nem volt láza, legalábbis eddig még nem volt láza, de nem volt a legjobban. Ilyenkor sírdogál. De most ahhoz képest egész jól van, ahogy látjátok. Mi? Rohanga! Amúgy házat még mindig nem találtunk. Úgyhogy valószínű, hogy lehet, hogy maradunk. Amit mondtam, a sötét házat, amit mondtam, hogy az még az a legjobb, az a rácsos, sötét. Képzeld, kiadták. Ma felhívta a feleségem őket, hogy el akarunk még egyszer megnézni, hogy hát, ha jobb most már, ugye ki tudja. És azt mondták, hogy sajnáljuk, ki van adva. Úgyhogy valaki mégis kivette azt a börtönházat. Na mindegy, legalább oda nem kell mennünk. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. Még van mindig egy pár napunk, majdnem egy... Már kell sem egy hetünk, úgyis ma már péntek van. Hova ment a Davis? Elment a Davis. Hadd nem találunk semmit, valószínűleg maradunk. Na, valamiért sír. Azért, mert nem engedik be valószínűleg a fürdőszobába. Hol a mami? Nem enged be? Na gyere ide! Kamia! Nem enged be a mami a fürdőszobába, mi? Hát, milyen ez a mami? Gyere, nézzünk tévét! Aj, te! Úgyhogy én azt mondom, hogy eszek egy banánt. Kérsz egy banánt? Jó a banána? Csücs! Hozok egy banánt. Oda, csücs! Ami látom, milyen a gatyája? A Lucasnek a régi gatyája, ugyanis előszedtük ezeket, ugye mivel most költözünk, vagyis költözünk, lehet, hogy nem, de előszedtük ezeket a régi cuccokat, hogy mit tartunk meg mit ajándékozunk el, vagy dolgunk a kukába. Találtunk ilyen régi cuccokat a Lucastől, nem tudtuk ugye, hogy lesz egyszer van még egy gyerekünk. Ne rohankálj te, lehesse. De feleségem elrakta ezeket a régi ruhákat, és most jó a Davisnek. Úgyhogy nem olyan túl sokat, de van egy ilyen, egy vagy két doboz a régi ruha Lucastől. És ez a nadrág, mégis ez rövid nadrág, de a Davisnek most ez hosszú nadrág.
Vagy ilyen feles nadrág? Na mindegy, legalább húsúrat ugye egyen használni. Úgyhogy, banánozunk. Banán, mit találtál? Hát az meg hogy került oda te? Kézbanánt vagy nem kézbanánt? Nem kézbanánt. Aztán, lehet, hogy már kérdeztem ezt, lehet, hogy kérdeztem, de nem emlékszek rá. De kérdeztem, nem tudom, hogy válaszoltatok. A banánnal volt kérdésem, hogyan nyitjuk ki a banánt? Ugyanis valaki innét nyitja, valaki innét nyitja. Mi a helyes banánnyitás? Tehát, hogyha innét elkezded itt húzogatni, vagy hogyha itt letöröd és lehúzod. Ugyanis a szüleim azt mondják, hogy innét kell kinyitani, a feleségem azt mondja, hogy innét kell kinyitani. Szerinted honnét kell kinyitani a banánt? Ugyanis én régen innét szoktam mondani itt a szüleim, de rájöttem, hogy ha innét így letöröm, így sokkal egyszerűbb, hogy a feleségem mondja. Na minden, gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti szerintetek, vagy ti hogyan nyitjátok a banánt. Úgyhogy, befújtam az előbb az orromat, én is fájt egy kicsit ugye az arcom, hogy most már kezd jóval lenni, ezért kezdtem a videót egy picit később, és jelenleg 4 óra 15 perc van. Általában el szoktam kezdeni, mikor pont ugye hazére gyors perc van azok, de meg lejegeltem, képzel, egy jeget raktam le, és utána jobb egy picit. Aztán valamit akartam nektek mondani, mostanában egyre többen írjátok, hogy olyan címeket adok a videóknak, hogy ilyen clickbaites, és amíg a clickbaitet nem elipszilonsével írják, de nem is pontosan, nem teljesen másképp, ugyanis néha olvasok érdekes szavakat, vagy valamiket, mondatokat, ugye angolul próbáljátok írni, és egyáltalán ugye nem úgy kell, de ki tudom hámozni, de a clickbait az nem elipszilonsével, mert nem nyével írják, ahogy mondták, na mire? A videókhoz ugye mindig próbálok olyan címeket adni, hogy érdekes legyen, hogy minél több emberre rákattintson, tehát ez nem titok, én ezt sose titkoltam, én sose mondtam, hogy én nem olyanokat adok végül is. Köze van a videóhoz, tehát a címnek mindig köze van a videóhoz, hogy miért mondják egy pár, hogy clickbaites. Szerintem nem az, de hogyha mégis, akkor az azért van, mert próbálok mindig érdekes címet adni, hogy minél több ember rákattintson. Ugyanis ez a YouTube videózásnak a lényege, hogy minél többen ugye megnéznék. Ha kevesen néznék, nem lenne annyi kedvem videózni, mint például most, ugye, hogy ennyien néznek, ugye több ezer. Ha több százan néznétek, vagy egy százan mondjuk, nem lenne olyan nagy kedvem. Tehát az, hogy mondjam nektek, az engem az ösztönöz ugye, hogy ha minél többen nézitek, minél többen kommentáltok a videóimhoz, ugye ez engem ösztönöz, hogy csináljak egy újat másnap, vagy minél többet, ugye minél érdekesebbet. Tehát, hogyha nem ilyen címet adok neki, ugye, nem csak, nem tudom, piros tojás, és megettem egy piros tojást, ugye annyira nem kattintanátok rá, és nem néznétek meg, nem lenne olyan érdekes, és legközelebb nem lenne olyan több kedvem készíteni videókat. Remélem, hogy értitek, hogy mit mondok. Én viszont mit csinálsz? Megint levette az iPad-et, ugyanis feltöltődött egy picikét. Mivel játszom? Mostanában ezzel játszik. Már nem ezzel a játék, hanem az iPad-del nyomogatja. Mit? Én meg közben eltakarítok a Davis után, ugyanis hiszed vagy nem, de mindenhol ilyen törlőkendő van, ugyanis ha a Davis megtalálja, hogy hol van, kihúzogatja, és tele az egész lakás. Megtalálta az előbb, és tele az egész lakás. Úgyhogy most ezt össze kell szednem, nézd, itt is van egy, látod. Kidobjuk a kukába, és mivel elmegyünk az öcsémhez, volt, hogy leviszem a szemetesbe, oda nézzél. Davis, komolyan mondom. Elindultam, megyek az öcsém felé, de először azt mondja, hogy elmegyek, megnézek egy házat. Még egyszer, kívülről, lehet megmutatom nektek. Ezt a házat már régebben néztük amúgy, de nem tudom, belülről is, amíg megnéztük, nem tudtuk eldönteni, hogy jó lenne nekünk, vagy nem. Na már itt elmegyek balra. És holnap nyitva lesz megint 1 órakor, hogyha úgy végzek a munkával, akkor valószínűleg elmegyek és megnézem még egyszer belülről, vagy megnézzük ugye még egyszer belülről. Ezen házon kívül ez az utolsó, legalábbis eddig, úgyhogy ha az nem, akkor valószínűleg, hogy maradunk itt, ahol vagyunk, ugye ahogy mondtam. Amúgy az idő képzeld el, elég szép, mutatom neked, ilyen megy le a nap, és jelenleg amúgy 24 fok van, de nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem, felvettem a fölösömet, a hosszúimat. Ugyanis van egy olyan érzés, hogy ott bent később hidegebb lesz este, ugye úgy mindegy, tegnap még 19 fok volt. Na várjál, fordulunk. Amúgy ebbe a házba, ami végül is nem nagyon tetszett, képzeld el, nincsen benne szekrény. Ugye mindegyik házban mi nálunk, főleg az újakban van ilyen beépített szekrény, azt hiszem, hogy így mondják beépített szekrénynek, és ebbe egyáltalán nincs benne. Egyetlen egy van benne,
az egyik szobába, de nagyon-nagyon picike. Tehát az ugye az a baj, hogy mivel nálunk itt Ausztráliában legtöbb emberek nincsen ilyen szekrénye, nem viszi magával, nekünk is nincs szekrényünk, mert mindegyik házban van, kivéve ezekben nagyon régiekben. Nem tudom hol rakni a felsőmet, a pólómat. Ugye lehet venni szekrényt, nézegettük a szekrényeket, képzeld el. És egy ilyen szekrény, hogy befeljen a ruhát, ugye egy ilyen ruhás szekrény, olyan 300 dollártól indul, de ami neked kellene, vagy nekünk legalább, ugye csak egy darab az egyik szobában, az olyan 400-500 dollárba kerül, úgy, hogy befeljen az én ruhám és a feleségemé. Ezen kívül kell ugye egy a Lucasnek, mondjuk a Davisnek tegyük fel, hogy nem kell, mert nincs annyi ruhája, de körülbelül majdnem, hogy 1000 dollár lenne, 800 és 1000 dollár között lenne egy ilyen ugye szekrény. Tehát ha csak nem keresünk valami más ilyen okasztós valamit, vagy nem tudom, nézegettem az eBay-t is amúgy, nem tudom. Aztán ezek a házak a végül sem lehet, hogy nincsen semmi, vagy csak velem van a baj, ugyanis én nagyon válogatós vagyok, főleg ilyen a házak ügyben én nagyon válogatós vagyok, mert mindig találok valami olyat, ugye, ami nekem nem tetszik, vagy az, hogy ugye nem szépek a falak, mert ugye lehet, hogy azért, mert festő vagyok, és mindig nézem, hogy néz ki, hogy mennyire tiszta, fogalmam nincs, lehet, hogy csak én vagyok ilyen válogatós, és csak mindenben a hibát keresem, nem tudom, valószínű, hogy velem van a baj, mert már mondták többen is, valószínű, de ilyen vagyok, tehát nem tudok megváltozni, de hogyha nem olyan, ugye legalább 90%-ig, ami nekem kell, vagy tetszik, akkor baj van. De közben megérkeztem, mutatom. Nem ez az utca, hanem itt be kell fordulni jobbra. És ahol áll az utánfutó, az előtt. Nem, utána. Ahol van ez az utánfutó, mégis azt kiadom. Ez itt, kinn a tábla. Úgyhogy gondoltam, hogy eljövök és megnézem. Sokat nem látni, mert kerítés mögött van. Amúgy ott lakunk szembe. Látjátok, abban a házban. De kinézzük az ablakon, még majd látjuk ennek a háznak a tetejét is. Várjál. Itt el kell fordulnom, azt mondom, hogy legalább meg kaptam egy SMS, meg kell nézni, hogy ki írt. Homályos vagyok, látod? Amúgy közben megérkeztünk, itt vagyunk benne szörfözben, csak lement a nap, komolyan a totányúr van. 3 perc volt lesz 6 óra, és mutatom. Kezd lemenni a nap. Lehet látni, hogy jön a tél hamarosan. Te alig vannak itt a parkolóban amúgy, de az a forgalom rettentő nagy volt befelé. Ugye jön a húsvéti szünet. És nagyon sokan jönnek ilyenkor be ide nyaralni, nem ide, ide szörfözve ugye nyaralni, ide a Gold Coastra. Olyan lassan megy mindenki, komolyan mondom. Na mindjárt, ugye most lemegyünk egyet a partra, sétálunk egyet, vagy valószínűleg megmutatom nektek is, hogy hányan vannak, biztos, hogy nem fürdenek, már sosem lehet tudni a turistákat. Én rajtam amúgy már minden van, mert lement, képzeld el, 21 fok a hőmérséklet, rettentő ideg van, mire visszajönünk, lehet, hogy lesz 17 is. Na innen meg fogunk fajni, mit húzunk? Semmit, a kulcsunkat húzzuk innét ki az autóval, nyissuk az autót, felkapcsolod a villanyát, úgyhogy induljunk. Megérkeztünk le a partra, oda néz, kicsit ráközelítek, valaki van benne, vagy voltak benne, nem fürdeni, de a lábukat belerakták. Ők nem fáznak. Ott, nézd, mennek a madarak is. Hullámok nem olyan túl nagyok. Egy-ketten vannak lent, inkább csak sétálgatnak. Arra felé. Ahogy itt később lesz valami műsor, itt a színpad. Hogy micsoda, fogalmam nincsen. Tehát mi valószínűleg nem más nem, mint visszamegyünk és iszunk valamit. Hozzáérkeztem, hogy látjátok, sétáltam egyet az öcsémmel. Semmi érdekes nem történt, ugye nagyon sokat ott nem filmeztem ugye benne szörfözbe. A fejem itt lát, megint kezd fájni, úgyhogy most itt van nálam ez a jég, és itt próbálom így jegelni, ugyanis hogy rárakom ezt a hideget, jót tesznek, ugyanis elmúlik egy ilyen 10-15 percen belül. Nem az, hogy elmúlik, de jobb lesz. Úgyhogy ezt most rá fogom tenni. A Davis közben megfürdött, éppen most öltözködik ott, már van rajta a pizsoma valahol. A Lucas bent van a fürdőbe. Na szervusz! Nem megyek közelebb. Nem megyek közelebb, ugye nem lehet látni semmit. Én a pont van videóban már. Tudom, nem voltál. Majd leszel, a valami jött be jövő szombattól, ugyanis akkor fog indulni. Milyen a hajad? Még mindig tetszik? Ja, valaki azt mondta, hogy jobb lett volna megnöveszteni. Szerintem, nem tudom. Nekem tetszik, ahogy mondtam. Nekem tetszik, Lucas, neked tetszik. Majd egyszer. Várjál, elköszön a Davis is, mondjad, sziasztok! Szávó! Sziasztok, közel! Szávó! Szávasz! Hello, szia, szávasz! Szávó! Ja, szávó, va! Szávó! Ezt a szávaszt még gyakoroljuk, én azt hiszem. Úgyhogy ezt a videót itt most én befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzétek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok!
Szávasz!